A háromszögek egybevágóságának alapeseteiről szeretnék beszélni. Mindenek előtt tisztázzuk, hogy mi az egybevágóság fogalma. Hát geometriában, matematikában úgy szoktuk megfogalmazni, hogy két alakzat egybevágó, ha valamilyen mozgatással, egybevágósági transformációval egymásba vihetők át. A jele az egy ilyen egyenlőség jel fölött egy ilyen kis görbevonal, melyet a nagy matematikus Leibniz talált, kivezetett be. Itt a dián ezt térkövekkel próbáltam bemutatni, hogy ezek az alakzatok mind-mind egybevágóak, így lehet belőlük hézagmentesen egy felületet kirakni. És akkor most nézzük meg, először is beszéltem arról, hogy törött vonalakat úgy tudunk rajzolni, hogy adott szakasz végpontjához egy másik szakasz kezdőpontját illesztjük. Na most a gyerekekkel ez megköthető úgy, hogy például szerkesszünk törött vonalat három szakaszból. Hát mik a lehetőségek? Lehet úgy csinálni, hogy első szakasz, második szakasz, harmadik szakasz, és mondjuk legyen ez az A, ez a B, ez meg a C szakasz. Itt a három szakasz egy egyenesbe esik. Lehet úgy is csinálni, hogy ne essenek egy egyenesbe, mondjuk egyik szakasz, másik szakasz, és mondjuk harmadik szakasz. A szakasz, B szakasz, C szakasz. Itt már nem esnek egy egyenesbe, már van benne egy bizonyos fajta görbület, de a kezdőpont és a végpont az nem esik egybe. Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy ez a törött vonal, ez nyílt. Most nyílt lehet akkor is a törött vonal, hogyha így rajzolom meg, hogy A szakasz, B szakasz és C szakasz. Ekkor sem esik egybe a végpont és a kezdőpont, viszont valahol a három szakasz metszi egymást. És hogy miért rajzolgattam mindezt? Hát azért, mert hogyha olyan törött vonalat sikerül rajzolni, ahol ott van az egyik szakasz, ott van a másik szakasz, ott van a harmadik is, de már be is zárjuk ezt a törött vonalat, akkor kapunk háromszöget. Így szoktam én a sokszögek fogalmát, és többek között a háromszögek fogalmát is a gyerekeknek elmagyarázni, és ez általában érthető, jól követhető módszer. Most, ha visszatérünk a diasorunkhoz, akkor ezek után a háromszögek egybevágóságának alapeseteit könnyebb megérteni. Például két háromszög egybevágó lehet akkor, ha az oldalaik páronként egyenlőek. Nézzük, ez mit jelent. Egyik háromszögnek itt van az A oldala, másik háromszögnek itt van az A oldala. Egyik háromszögben itt van a B oldal, másik háromszögben is itt van a B oldal. És ugyanabban a háromszögben itt van a C, és itt is itt van a C oldal. Tehát ha ezek az oldalak páronként az A-val, a B-vel, a C-vel megegyezik, akkor a két háromszöget egybevágónak mondjuk. De nem csak ez az eset lehetséges, hanem két háromszög egybevágó akkor is, ha két-két oldaluk és az általuk közbezárt szög egyenlő. Nézzük ezt is meg, hogy hogy jön ez létre. Itt van az egyik oldal, látszik, hogy az A és a másik A szakasz ugyanolyan hosszú. Aztán itt van a C, és az általuk közbezárt szög is. És ekkor nyilván a háromszögnek kell, hogy legyen egy harmadik oldala is, ekkor szintén egybevágónak mondjuk a két háromszöget, tehát az A az A-val, a C-vel megegyezik, és az általuk közbezárt szög is
ez is alfa, azért jelöltem azonos betűkkel, hogy lehessen látni, hogy egyformák. Tehát ekkor is két-háromszög egybevágó, függetlenül attól, hogy én felvettem azt a B oldalt, vagy nem, de itt a B oldal automatikusan ugyanolyan lesz. Két-háromszög egybevágó lehet akkor is, hogyha két-két oldaluk és a nagyobbik oldala a szemközti szög lesz egyenlő. Lássuk ezt is ábrán. Ez a két oldal egyenlő hosszú. Ez a két oldal is egyenlő hosszú, és a kettő közül az A a nagyobbik. Itt van a háromszögnek a harmadik oldala is, hogy tényleg háromszögről van szó, és itt van a nagyobbik A oldala a szemközti alfaszög. Tehát ha ezek a háromszögek a pirossal jelölt két oldalukban és az alfával jelölt szögükben megegyeznek, akkor szintén egybevágónak mondjuk őket. És van még esete az egybevágóságnak, ha egy-egy oldaluk és a rajta fekvő két szög egyenlő. Itt van egyik háromszögnek is egy oldala, másiknak is, ezt C-vel jelöltem. Itt van a másik két oldal, és hogyha ez a két szög egyenlő, meg ez a két szög is, tehát az alfa az alfával, a béta a bétával egyenlő, akkor, és a C oldal a C oldallal egyenlő, akkor a két háromszöget egybevágónak mondjuk. És akkor lehet itt is egy kicsit tréfálkozni, ugye itt van egy zsiráfikrek, akik hárman vannak, és hát jó indulattal, de egybevágónak mondhatjuk őket, vagy hát az emberek között is léteznek ikerpárok, akik szintén hát nagyon hasonlítanak egymásra, csak úgy, mint a egybevágó háromszögek. És itt a két birka, ugye mind a kettő birka, de rájött, hogy nem egybevágóak, hiszen egyikük fehér, a másikuk fekete. Ezzel a kis pici tréfával megköszönöm a figyelmet.